Franciaország gazdaságilag nincs abban a helyzetben, hogy vezesse Európát. Kettő. Az amerikaiak ma azt csinálnak Európával, amit akarnak. Ezt lehet szépen mondani, és lehet csúnyán. Mi a macroni terv? Francia vezetéssel hozzunk létre egy globális hatalmat, amit úgy hívnak, hogy Európa. Ez egy gyönyörű álom. Nincs realitása. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jobb Rodé, és a háborúval, Németországgal és egy picit Kissingerrel fogunk foglalkozni a következő egy órában. Nagy tisztelettel köszöntöm Nógrádi Györgyöt, biztonságpolitikai szakértőt, jó napot kívánok! Kezdjük, köszönöm a meghívást! Kezdjük akkor a háborúval, mert itt a hosszú hétvége alatt is történtek dolgok, ugye ma 11-e van, ma vesszük fel ezt az adást, pont a húsvét hétfő után. Ilyen híreket lehetett találni a médiában, például, hogy Putyin rosszul lett, és riasztották az orvosokat, ugye a Telegram oldalon jelent meg ez a hír, hogy rosszul lett vasárnap este, ha jól tudom, és egy orvosi stáb ment, hogy segítsenek neki. Azt írja az Index egyébként, hogy nagy pánik is tört ki a vezetőségben, mert félnek Putyin váratlan halálától. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ön szerint mit jelentene a mostani helyzetben tényleg, hogyha Putyin váratlanul elköltözne? Mielőtt válaszolok, ön azt mondja, hogy mostani helyzet. Egy picit a mostani helyzetről beszéljünk, és utána Putyin. Mi a jelenlegi válságnak az új eleme? Két dolog szerintem. Egy. Az Egyesült Államok átértékelte Európa politikáját. Mik a USA, melyek az USA legfontosabb európai szövetségesei? Nagy-Britannia, Németország. Mikor melyik? A jelenlegi helyzetben ezek megmaradtak, de felértékelődtek a keleti területeken lévő NATO tagok. Tehát a baltiak, a lengyelek, a csehek, a szlovákok, a románok. Hihetetlen érdekes az amerikai politika, ezekre tesz. Ide küld amerikai katonákat, amerikai bázisokat, amerikai repülőgépeket, hírszerző berendezéseket, stb. Magyarul az USA számára Kelet-Európa ma fontosabb, mint Nyugat-Európa. Amikor fölvettek a kelet-európai országokat egymás után a NATO-ba, EU-ba, 99. március 12 a NATO felvétel, három országot vesznek föl, lengyel sem magyar, majd a EU felvétel, akkor a francia köztársaság elnök azt mondta, hogy az új Európa ne akarjon jobb kapcsolatokat a USA-val, mint a régi. Jelenleg az új Európának jobbak a kapcsolatai. Az orosz-ukrán háború miatt Putyin. Elnézést kérek, hány éves amerikai elnök? 80. Hány éves Putyin? 70. Ki a harmadik idézőjelben nagy öreg? A kínai államfő Xi Jinping. Tehát a világot három olyan ember vezeti, akik messze túl vannak a csúcson. Putyin. Hát hosszú hónapok óta naponta ötször elolvasom, hogy már rég meghalt, elföldelték, alter egóját látom, stb. Ezek a hírek döntően angol száz hírek. A brit vezérkar nyugdíjas tábornokai, akiknek a felelősségük semmi, a információkhoz való hozzáférésük periférikus. Naponta elmondják, hogy Putyint leváltották, Putyint megölték, Putyin haldoklik, stb. Ön ebben most egy hírt mondott, hogy Putyin beteg. Lehet? Igen, 70 éves. Így van? Nem tudjuk. Putyin egészségi állapotáról soha semmi nem jön ki. Ha megkérdezi valaki az amerikai elnöki hivatalt, a fehérházat, hogy a 80 éves elnök hogy van, akkor azt látjuk, hogy szaltózik, ugrál, egészséges, épp, most éppen háromszor körbefutotta a világot, tehát ilyen hírek jönnek le. Magyarul, a valós információkat senki nem adja ki. Lehet, hogy Putyin beteg? Lehet. Erről pontos információ nincs. Van egy másik oldala. Tessék mondani, mi történik a Putyinnal, valóban lesz valami, kiáll a helyére. A válasz az, hogy senki nem tudja. Egy egyszemélyi diktátornál a második ember helyzete szörnyű. Mao Tse-tung alatt Mao összes helyettesét kivégezték. Ezek közül a legismertebb Lin Piao volt, aki elment repülőgéppel, és mit ad Isten, Mongólia fölött fölrobbant a gépe. Chuan Lai csak azért nem végezték ki, mert szegényke meghalt. Oroszország. Ki volt Putyin utód a háború kezdetéig? A védelmi miniszter Shoigu. Mi történt vele? Már nem második ember, már rendkívül komoly kritikákat kap, magyarul Putyin egészségi állapotáról senki semmit nem tud, de rengeteg ember beszél. De egy ilyen diktatúrában, vagy egy ilyen vezetés mellett azért is törhet ki pánik adott esetben, ha a halál bekövetkezik, mert ugye elkezdődik egy hatalmi harc, hiszen nincsen akkor egyértelmű második ember. Egy, így van, kettő, van ennek egy másik oldala.
Tessék mondani, ha Putyinnal valami történik, ez most egy fikció. Aki utána jön, keményebb lesz, vagy puhább? Ki akar egyezni a nyugattal, vagy nem? Ha keményebb lesz, akkor azt fogja mondani, kérem, Oroszországi a világ atomfegyvereinek 40-valány százalék, a másik 40-valány százalék USA. Mire várok? Ha puhább, akkor azt fogja mondani, hogy egyezzünk ki. Mi a kérdés? Milyen amerikai elnök jön jövőre, ha republikánus, akkor nem kap ekkora támogatást Ukrajna, Ukrajna összeomlik, előtte kell egy amerikai-orosz kiegyezés. Tehát ez mind játék. Következő. Ebben a játszmában mit csinál Kína? Elnézést, mi a kínai érdek? Mit mond most az USA, hogy Európát át kell irányítani kínai oldalról, amerikai oldalról, ne kereskedjünk Kínával? Ez óriási amerikai előnyt jelentene, hiszen a palagáztól kezdve minden drágában el tud adni. Ki volt most Kínában? Macron és von der Leyen. Von der Leyen nem is fogadták. Soha nem beszélünk róla. A Macron volt az, akivel végig tárgyaltak, mert ő a francia köztársaság elnöke. És mi volt a macroni út lényege? Hogy Európa határolódjék el az USA-tól és Kínától, és próbáljon harmadik hatalom lenni. Egy, ehhez semmi esély. Kettő, ha ez megtörténne, az német vezetéssel is, nem francia vezetéssel történne. Három, Macronnak rengeteg a belső problémája, tehát ez egy gyönyörű elképzelés, amit mondott, csak túl sok realitás nincs benne. Ki határolódott első percben Macrontól? A német politikai elit, hogy ez Németország számára hátrányos. Talán lesz idő beszélni arról, hogy ez valóban így van-e. Igen, Macronra még mindenképp szeretnék kitérni, és a kínai útra, de akkor egy picit folytassuk ott, amit már szintén szóba hozott, hogy az amerikaiak hogyan, milyen fegyvereket és hova csoportosítanak, mert nagyon érdekes hírek jelentek meg ezzel kapcsolatban is. Amerikai romboló jelent meg a dél-kínai tengeren, illetve ugye a közel-keleti térségbe is egy tenger alatt járót telepítettek. És azt mondják, akik értenek így a hadászathoz, hogy a tenger alatt járók mozgásáról nem sűrűn szoktak hírt adni az amerikaiak. Nyilván ennek is van egy üzenetértéke. Két dolgot tetszett kérdezni, kezdjük az elsővel. Az amerikai hajó nem azért ment Kína partjaihoz, hogy Tajvant védje, hanem azért, mert Kína követel a tengeren egy 3,5 millió négyzetkilométeres területet, őrületesen fontos szigeteket, Spartli szigetek vannak itt, haditengerészeti bázis, légierőbázis, nagyon sok minden van itt. Ezt a területet követeli mindenki, aki a térségben van. Néhányat mondok. Követeli USA, Japán, Dél-Korea, Vietnám, Kína, stb. Tehát magyarul ez egy nagyon összetett játék, az USA azt szeretné mutatni, hogy nem Kína van egyedül. Kína már tiltakozott emiatt. Ő másik amerikai jó, tengeralattjáró földközi tenger. Egy. Földközi tenger tele van amerikai bázisokkal, többek közt amerikai tengeralattjárók, hát a NATO déli szárnya. Kettő. Egyel arrébb a perzsa arab öbölbe amerikai bázisok vannak. Három. Mi, amiért oda megy most plusz egy hajó? Szimbolikus. Mert dúl az izraeli arab háború, mert végre kivékült Szaúd-Arábia és Irán, de amerikai érdekek ellenére, mert az USA bejelentette, hogy Szaúd-Arábiától nem hajlandó újabb kőolaj mennyiséget venni, és a raktárait, bázisait föltölteni. Tehát új politika van a közel- és közép-keleten, és ez szimbolizálja egy tengeralattjáró. Ha közé tették volna, hogy ebbe a térségbe hány egyéb amerikai hajó van, akkor a tengeralattjáró eltörpül. De ez nagyon jó, hogy ide kötöttünk ki, mert ugye itt Irán és Szaúd-Arábiának a megállapodásáról, vagy megbékéléséről is szerettem volna éppenséggel kérdezni. Egyrészt ugye a kínaiak szerepe ebben nagyon nagy, és hát várható volt, hogy ebben az átalakuló világrendben azért Kína majd kérni fog magának helyet, és úgy tűnik, hogy ezzel a megállapodással sikerült kiharcolniuk egyfajta elismerést is, nem? Önnek igaza van. A kínai politika abból indul, hogy a mai világrend nélkülem ellenemre jött létre, és rám nem vonatkozik. Kettő. Kína külkereskedelemben 20 évvel ezelőtthöz képest Afrika minden országában megverte az USA-t. Ázsia minden országában beleérte, Japánt megverte az USA-t. Ausztráliában megverte, Európában a Benelux német határig mindenütt első Kína. Amerikába, Kanada, USA természetes, Mexikó és két kis közép-amerikai állam kivételével Kína mindent megverte külkereskedelembe az USA-t. Tehát egy új kínai politika van. Mi a szaúd-arábiai irányi ellentét lényege? Egy, ki uralja a perzsaöbölt? Kettő, melyik gondolkodásmód győz, a síta vagy a szunita? Három, a két ország közt a feszültséget a jemeni polgárháború
tetten adja, ahol egyik felett, a másik felett támogatta. Most Kína közbelépett, a két ország köz diplomáciai kapcsolat felvételére került sor, a két külügyminiszter egymással tárgyal és egyeztet. Ez azt jelenti, hogy a térségből amerikai kiszorulás van. Nem tragikus a helyzet, mert Kína azt nem tudta elérni, hogy a dollár diplomáciával szemben a kínai fizetőeszköz legyen a hivatalos fizetőeszköz, és azt sem tudta elérni, hogy a perzsa-arabből belévő amerikai flottát kinyomják. De tény az, hogyha egyszer megtetszik nézni a térképet. A perzsa-arabből kijáratánál három pici sziget van, Kistom, Nagytomb, Abumusza. Ezt a hármat Irán elfoglalta a sakk idején, és most is megszállás, bármilyet nevezhetjük, alatt tartja, tehát ellenőrzi az öböl forgalmát. Most Szaúd-Arábiával együtt lép föl, ami azt jelenti, hogy ez a térséget egy kicsit Amerika ellenesítette. De nagyon érdekes a helyzet, mert ugye Oroszország és Amerika volt eddig jelen a Közel-Keleten, őket láttuk, mint nagy hatalom mozogni, ugye itt az arab nemzetek között, illetve Izraelt hol támogatták, hol nem. Most akkor megnézhetjük azt, hogy Kína mit tud csinálni ezen a területen? Meg kell nézni azt, hogy Kína milyen irányba megy előre, és ennek milyen következményei vannak. Elnézést, az elmúlt 24 órában a törökök amerikai bázisokat lőtek Szíriába. Kiderült, hogy tévedésből nem tudták, hogy amerikaiak vannak ott. Most áll a botrány, ki fognak egyezni, tehát halott nem volt, tehát ki fognak egyezni, de új helyzetek vannak. Törökország követelő helyét szerepét a nap alatt. Kérdés. Májusi választásokon Erdogán bejön, igen, nem lehet megválaszolni. Kína. Mi a kínai stratégia lényege? A selyemút. Ebbe beletartozik az, hogy Oroszország és Ukrajna köz béke legyen, mert ez zavarja a kínai stratégiát. Oké, de jelenleg ezt a békét a ukránok és amerikaiak elutasítják. Új helyzetek vannak mindenütt. Megyünk, és akkor tovább, bár még vissza fogunk térni akár Kínára is. Itt akkor beszélhetnénk kicsit Macronról bővebben. Ugye, ahogy ön is említette, már Kínában járt Macron, és nagyon érdekes kijelentéseket tett. Például azt mondta, hogy a legrosszabb dolog az lenne, ha mi európaiak azt gondolnánk, hogy követni kéne a tajvani kérdésben bárkit is, és alkalmazkodnunk kellene az amerikai ritmushoz és a kínai túlreagáláshoz. Picit próbálja ezt a semlegesség politikáját hirdetni, hogy se az amerikai nem kell viszonyulnunk se, hogy sem a kínaiakhoz, például a Tajvan kérdésében, mennyire jöhet be ez a kommunikáció? Ugye említette azt, hogy nagyon szépen hangzik, de azért nem sok realitása van ennek. Hát volt egyszer egy De Gaulle, 58-69 közt a francia köztársaság elnöke, aki azt mondta, Franciaország nem Franciaország, hanem áll az élen. Nem áll az élen. És azt mondta, Európa a La Mancha-tornától Vladivostokig terjed. Magyarul Eurázsia, de nincs benne az USA. Ezt próbálja Macron egy kicsit napra készé tenni. Mi a probléma? Franciaország gazdaságilag nincs abban a helyzetben, hogy vezesse Európát. Kettő. Az amerikaiak ma azt csinálnak Európával, amit akarnak. Ezt lehet szépen mondani, és lehet csúnyán. Mi a macroni terv? Francia vezetéssel hozzunk létre egy globális hatalmat, amit úgy hívnak, hogy Európa. Ez egy gyönyörű álom. Nincs realitása. Ahogy Macron meghirdette a tervét, az első percben neki ment a német kormány és ellenzék. Ellenzékből ki? CDU-CSU. Kiment neki? Röttgen, aki egy külügyi szakértő. A Röttgen minden volt, azért nem lehetett belőle nagy embert csinálni, mert Merkel rájött arra, hogy Röttgen kampányát meghatározott amerikai körök fizették akkor. Mi a másik probléma Röttgennel? Bármire jelentkezik. Németországban viccek vannak arról, hogy Röttgen már volt parlamenti képviselő, államtitkár, míg a nőszövetség elnöke nem, egy férfiről van szó. Tehát nagyon-nagyon érdekes az egész. A kormány részéről, amely egy hárompárti kormány is, a működésképtelenség szélén van. SPD, zöld, liberális. Kiment neki Macronnak a liberálisok. Miért? Mert a német nagy tőke számára a jó kapcsolat az USA-val létkérdés. Macron számára nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. A macroni elképzelés csodálatos. Foghatni a francia nacionalizmusra, és semmilyen európai hatása nem lesz. Azt említette az előbb, hogy az USA-nak fontosabb most a kelet-európai térség, mint Nyugat-Európa. Nem lehet, hogy ez is benne van egy picit ezekben a macroni mondatokban, hogy ő szeretné magát, Nyugat-Európát, a franciákat pozícionálni? Dehogy nem. Macron a V4 csúcsokon általában részt vett, és a V4-et rendkívül ügyesen mindig megosztotta. Ügyes volt. Elvtelen volt? Igen, de ezt úgy hívják, hogy politika. Truman azt mondta, aki nem bírja a meleget, nem menjen a konyhába. Macron bírja a meleget, bement a konyhába.
Olyan címeket is lehetett olvasni a médiában elemzőktől, hogy Macron lehet az új De Gaulle. De akkor ezek szerint ön szerint ennek nincs nagy realitása, hogy azt a politikát tudja ő folytatni, amit ő abban. A kérdés az, hogy mit értek az alatt, hogy új De Gaulle? De Gaulle volt az, aki megcsinálta a francia-német kibékülést. Erre van így szükségünk, megcsinálták. De Gaulle volt az, aki rendezte a kapcsolatokat Nagy-Britániával. Jelenleg a kapcsolatok Nagy-Britániával rendezettek. De Gaulle ténylegesen Európa politikai vezetője volt, csak volt egy szépséghiba. Ezt úgy hívtuk annak idején, hogy Bonni köztársaság. Tehát Bonn volt az NSZK Németországi Szövetségi Köztársaság fővárosa, és az alap az volt, hogy Európát ketten vezetik. A franciák politikailag, katonailag, a németek gazdaságilag, pénzügyileg. A Bonni köztársaság véget ért, Berlini köztársaság van, teljesen más játékszabályokkal, és ami volt De Gaulle alatt, azt visszahozni lehetetlen. Ez már nem a rajnai köztársaság. Ez egy német kőkemény állam, ahol a kormányzat küzd rendkívül komoly belső problémákkal. Tehát az, hogy Macron az új De Gaulle, hát akarom, nagyon jó, alá tudom támasztani, ugyanolyan jó dolgokat mond, mint De Gaulle, de hatása semmi. Minimális, így pontos. Na azért még egy idézet Macrontól, ugye a hirado.hu azt az idézetet emelte ki tőle, hogy vazalusokká válunk, miközben lehetnénk a harmadik pólus. Ez is nyilván arra utal, amire az előző idézet utalt. Mégis azt, hogy kimondta ezt, hogy vazalusokká válunk, nyilván itt Európára gondol, ez meglepő? Vagy igazából erről már beszéltek, vagy beszélnek többen is, csak ilyen nyílt a nyugat-európai politikus szájából azért ezt még nem hallottuk. Fordítsuk magyarra, mit akar ezzel mondani? Ha nem lépünk föl együtt francia vezetéssel, akkor az USA által elnyomottak leszünk. Baromi jó hangzik, igaz? Nem. Miért? Mert Franciaország nem tudja vezetni Európát, nincs meg a pénzügyi forrása. Tehát én nem akarok hülyéskedni, mert ez egy egyházi műsor. Én mindig el szoktam mondani, hogy én és egyik nyugat-európai nőt, hogy imádom. Oké, 50%-ban minden rendben, én tudom, hogy őké, ő nem tudja, hogy én ki vagyok. Na most egy picit ugyanez a helyzet Macronnál. Mit mond Macron? Én vezetem Európát. Képes erre? Nem. Ez a célja? Igen. Végre tudja hajtani? Nem. Gyönyörű szlogeneket használhat. A francia politika tele van évszázadok óta csodálatos mondatokkal. Richelieu óta, Napoleon, Talleyrand óta isteni mondatok vannak, csak nem lehet végrehajtani. De akkor ki tudja végrehajtani? A németek végre tudnák? Ha lenne egy egységes, működőképes német kormány, akkor igen, de a német politika rendkívül óvatos az amerikaiakkal szembe, tehát az, hogy Németország megszervezze Európát az USA szembe, ez ma utópia. Egész Európában nincs akkor egy olyan nemzet, egy olyan vezető hatalom, aki ezt meg tudná tenni? Nincs. Az Európai Unióban két vezető hatalom van, a németek és a franciák, ma erre egyik sem képes. Lengyelország? Egyszer azt mondta egy amerikai elnök, Johnson, De Gaulle-ra, olyan erősnek szeretne látszani, mint amilyen gyenge. Ez Lengyelországra is igaz. Lengyelország abból indul ki, hogy középhatalom. Igen, ha a szomszédaival nézem, Bielorusszal, Ukrajnával, csehekkel, szlovákokkal. Ha egy picivel távolabb nézek, és azt nézem, hogy Lengyelországnak évszázados problémája van az oroszokkal és németekkel, akkor ez szóval nem jön. Tessék mondani, Lengyelország mibe tudja Európát vezetni? Gazdaságilag? Semmilyen felesleges tőkéje nincsen. Morálisan? Milyen morálról beszélek? Tehát az én problémám az, hogy Lengyelország középhatalomként próbál viselkedni, de nem az. Még egy probléma. Lengyelország Európán belül soha nem Európára tett, mindig az USA-ra. Na most ez a lengyel-amerikai kapcsolatokat erősítette, de a lengyel-európai kapcsolatokat gyöngítette. Még lehet visszatérünk Lengyelországra is, de hoztam Kövér Lászlótól egy idézetet, és szeretném, ha egy picit a NATO csatlakozásokról is tudnánk beszélni. Kövér László azt mondta, mihelyt megadtuk a hozzájárulásunkat, Finnország ellenünk fordult. Ugye itt csatlakozott egy olyan Magyarországgal szembeni igen. bizottságba zajló eljáráshoz, ami az LMBTQ ügyben Magyarország ellen állt fel. Na most itt a NATO csatlakozásra kapcsolatban, ugye Finnország akkor ezek szerint csatlakozott, a svédek még nem. Azt, hogy mit nyer a NATO a Finnországgal, vagy esetleg milyen hátrányokat szenved el emiatt, azt még ugye most találgatják, talán mondhatjuk, hogy egy kicsit a jövő zenéje ez. Én megpróbálom megmondani. Én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok, egy politikus nehezebben találgathat. Mi a finn csatlakozás lényege? Egy.
Finnország két háborút vívott Szovjetunióval szemben, mindkettőt elvesztette, de kiderült, hogy a finn hadsereg ütőképes. Kettő. A finnek ellen a Szovjetunió rendkívül nehezen nyert, ez a német vezetést arra ösztönözte, hogy ha kell, ősszel támadjuk meg a Szovjetuniót. 41 tavaszán akarták megtámadni, nem lehetett, mert az olasz hadsereg Görögországba vereséget szenvedett, a Mussolini katonai erejéről kár beszélni, mert minimális volt, és ezért a háború tavasz helyett június 22-én kezdték, és elakadtak Moszkvánál. A finnek kétszer is kiegyeztek a Szovjetunióval, majd a második világháború után jött egy finn köztársasági elnök, Urho Kaleva Kekkonen, aki kiegyezett Moszkvával, és kiválók voltak a szovjet-finn kapcsolatok, és erre Finnország vigyázott, semleges volt. 1300-valány kilométer közös határa van az oroszokkal. Most, és kimerem mondani, óriási amerikai nyomás jött az európai semleges államokra, hogy lépjenek be a NATO-ba. A finnek, svédek igen mondtak, az osztrákok nemet. Svájc szokása szerint egy felemás álláspontot mondott, a svájci vezérkari főnök egy hete bejelentette, mi a NATO 5. cikkeivel egyetértünk. Bocsi, valaki fordítsa le magyarra, hogy ez azt jelenti, hogy Svájcot támadás érni, akkor ő NATO segítséget kér, vagy ha a NATO belekeveredne egy háborúba, Svájc belépne. Hihetetlen érdekes a svájci politika. Más kérdés. Mi a finn politika lényege? Most belépünk. Mi az orosz válasz? Oké, elfogadjuk, nem örülünk neki, de elfogadjuk. Két kikötésünk van, ne állomásoznak NATO csapatok finn területen, és Finnországban ne kerüljenek be atomfegyverek, mert az egy teljesen új rizikófaktort jelent. Tehát itt tartunk jelenleg, a finn politikában azért zsigerileg benne van a orosz ellenesség. Svédország a térség leggazdagabb országa volt, amik a norvégoknál nagy mennyiségű kőolajat föl nem fedeztek. Én nagyon sokat voltam Svédországban, tele van a viccekkel, hogy mennyire buták a norvégok. Hát most a norvégokkal gazdagabbak, tehát lehet, hogy a viccek is fordulnak, de a lényeg az, hogy mi megszavaztuk Finnország belépését a NATO-ba, és a finnek másnap ténylegesen egy olyan bizottsághoz csatlakoztak, amelyik a magyar politikát elítéli. Ez azt jelenti, hogy nagyon át kell gondolni Magyarországnak, hogy a svédek csatlakozását mikor, hogyan fogjuk megszavazni, és számíthatunk-e olyan svéd ellenlépésre, mint amit most a finnektől kaptunk. De ezzel nem nőnek a feszültségek is a NATO-n belül? Tehát ezzel, hogy minél több tag van, nyilván, hogy nincs mindenki jóba a másikkal, itt ellentétes érdekek vannak. Erre a válaszom az, hogy önnek igaza van. A másik válaszom az, hogy a görög-török ellentét csak azért nem csapott át háborúba, mert mindkettő a NATO tagja. Nyilván az amerikai cél az, hogy minél több ország a NATO-ba, minél több ország amerikai fegyvert vegyen, és minél közelebb kerüljünk az orosz államhatárokhoz. Ez folyik. Mennyire barátságtalan lépés ez, ugye, hogy a finnek ebbe a bizottságba részt vettek? Lehet ezt külön szálazni, ezt a két dolgot? Hogy a NATO egy dolog, meg más dolog az, hogy az Európai Unióban mik nyilvános történnek? Nyilvános, a finnek ezt fogják mondani, ugyanakkor nyilvánvaló ez a magyar-finn barátságot nem fogja növelni. Tudomásul veszük, hogy egy finn lépés ilyen volt, ez történt meg, sajnáljuk, de felkészülünk arra, hogy a svédeknél hasonló incidens, ha lehetne, legyen. Akkor egy kicsit tovább evezek a németekre. Itt már beszéltünk ugye arra, hogy Németországnak lehet-e vezető szerepe az Európai Unión belül, vagy Amerikával szemben tudna egy harmadik pólust kínálni, és még azért itt egy picit visszakanyarodnék arra, hogy gazdaságilag nincs ilyen nagy hatalom, mert ugye Németország gazdaságilag nagyon jó állapotban volt az elmúlt évtizedekben, és amióta Scholz kancellár vezeti Németországot, és pluszba kitört ugye ez a háború, és olyan döntések születtek, amilyenek a szankciók és a többi, azóta mondhatjuk, hogy gazdaságilag ez egy nagyon nagy veszteség Németország számára. Önnek igaza van. Egy, kettő. Az euró bevezetése a németeknek egy óriási pofon volt. 1,95 az egyhez váltották a német márkát euróra, ami óriási német veszteséget jelentett. Ha megnézem távlatilag, az euró bevezetésével bizonyítható a nyugat-európai statisztikák alapján két ország rengeteget nyert, Hollandia és Németország. Következő. 60-as évek óta először van hárompárti német kormány, három filozófiával. Soha nem elemezzük ezt a filozófiát. Van egy szociáldemokrata párt, amelyiknek két szárnya van. Egy kompromisszum keretében a kancellár jelölt Scholz lett. Megnyerte. 1%-kal verte meg a CDU-CSU-t, de akkor is ő nyert. A második helyen bejöttek a zöldek, amelyeknek szintén két szárnya van. És éppen hogy bekerült a parlamentbe a liberális párt, az FDP. Oké, csak mi a szépségiba? A németek nem ezt akarták,
szozdemek, a zöldekkel és a kommunista utódpárttal akartak baloldali kormányt létrehozni, de a kommunista utódpárt nem ért el, inkább az 5%-ot. Bekerült a parlamentbe, Németről van olyan, hogy direkt mandátum, de ezt a kelet-német területeken érte el, és így került be, sokkal kevesebb képviselővel, nem volt többségük. Jött a kérdés, hogy ki kivel egyezik ki. Megindult a szokásos játék, ki kinek ad többet. A politika erről szól. A liberálisok végül ideálltak, és létrejött a kormány. Nem ezt akarták. Ők a CDU-CSU-val akartak összefogni, a zöldeket nem tudták innen átvinni oda. Na most működik egy olyan német kormány, ahol a három pártot rendkívül nehéz összetartani. Scholz számomra egy kiváló gazdasági szakember, de nem karizmatikus. Ez látszik az egész német politikán. Ha megnézem azt, hogy Macron kínai útja előtt kivel egyeztet, amerikai elnök nem a német kancellára, az amerikai elnökkel majd meghirdeti az USA ellenes politikát, ez tipikus francia húzás, tehát azért ebben megint minden benne van. De azt mondta, hogy Scholz nagyon jó gazdasági szakember. Így van. Akkor Scholz nem látta azt, hogy ezek a szankciók mit jelentenek a német gazdaságnak így egyik napról a másikra? Egyetlen európai vezető sem mert, nem tudott föllépni az amerikai nyomással szembe, Scholz sem. A legnagyobb amerikai bázis az USA-n kívül Rammsteinben, Németországban van, tehát nem tudott föllépni. Scholz elment az amerikai elnökkel tárgyalni, de ez egy órás négy szem közti tárgyalás volt, ahol nem volt sajtótájékoztató, nem volt fogadás, nem volt katonai tiszteletadás, tehát kifejezi azt, hogy a német politika érdekérvényesítő szerepe meggyengült. Az Indexről hoztam egy hírt még a német politikával kapcsolatban. Ugye a német sajtó hírek szerint egyre közelebb áll a Die Linke a párt szakadáshoz, ugyanis a kommunista pártból kiléphet az egyik leghíresebb politikusuk, egykori Bundestag vezetőjük, Sahra Wagenknecht, remélem jól mondtam a nevét. Tökéletesen. Azt mondja, hogy a kommunista pártból előbb. Beszéljünk már arról, hogy ez a Die Linke pontosan milyen formáció is. Attól függ, honnan nézem. Volt egyszer egy 17 milliós NDK. Ez a 17 milliós NDK megszűnt, 5 tartománya egyesével belép az NSZK-ba, így jön létre a Német Egység 2. Létrejön a kommunista utódpárt, a PDS, majd létrejön a Linke. A Linke nézőpont dolga, hogy mennyire kommunista párt, én azt mondom, hogy a szociáldemokratáktól lényegileg balra lévő párt, amelyik döntően a volt NDK-ba erős, nyugat-német területeken gyenge. Mi a probléma? Ez a párt országos szinten nem tud kormányra kerülni, és van néhány vezetője, többek közt ez a hölgy, akit ön mond, aki szeretne ezen változtatni. Mi a probléma? Ő meghirdette, hogy Ukrajnában legyen béke, és Németország ne adjon fegyvereket. Ezzel a békemozgalomért egyet. A probléma az, hogy ma az két szélsőséges német párt, jobbról az AfD, balról a Linke, ugyanazt mondja, de teljesen más ideológiai töltettel. Mit mondanak ezek? Ne adjunk fegyvert Ukrajnának, legyen végre fegyverszünet, és legyen béke. De ezt nem tudták elérni. Mi a hölgy problémája? A hölgy problémája az, hogy jelenleg a Linke 5% alatt van, országos fölmérések 4%-ra teszik, tehát a következő választásokon, ami nagyon messze, 3 év múlva lesz, nem kerülne be a parlamentbe. Ő mit mond? Létrehozok egy saját baloldali pártot. Oké, mi a probléma? Egy, ehhez emberek kellenek. Lehet, hogy meg tudja csinálni. Ehhez horribilis pénz kell. Ehhez filozófia kell. Na most azért nem beszélünk róla, hogy a hölgy 52-53 éves, a férje, az Oscar Lafontaine, Németország egyik legismertebb volt vezetője. Ő volt a szociáldemokrata párt elnöke, hosszú időn keresztül ő volt a szárvidéki miniszterelnök. Rengeteg könyvét olvastam. Majd megsértődött, és átállt a szociáldemokratáktól a Linkébe, tehát egy ilyen félkommunista pártá, és ettől kezdve a szerepe periférikus. 80 éves, tehát csodákat ő nem fog csinálni, és kettőjük közt van, hiszem 27 év, ha fejbe jól számolok. A hölgy akkurátus, értelmes, kemény, van bázisa, az én problémám Budapestről nézve, ha ő pártot hoz létre, és létrehoz egy pártot, amelyik a következő választásokon 3%-ot kap, ezt a 3%-t a Linkétől veszi el, tehát ez a párt arra jó lesz, hogy a Linkét szétverje, akaratán kívül vagy akaratával, ezt nehéz eldönteni, de arra nem lesz elegendő, hogy ő komoly politikai szerepet játszon. Igen, ugye itt az elemzésben is azt írják, hogy a párt, tehát a Die Linke végén is jelentheti ez a fajta pártszakadás, mert olyan komoly bázisa van a hölgynek. Plusz a Linkében voltak meghatározó figurák. Megöregedtek.
Bárs, és néhányt föl lehetne sorolni. És nem látni az új generációba azt a tüzet, hogy én bármi áron keresztül viszem, hogy a Linke kormánypárt lesz, ide megy, oda megy, ez a stratégiai szövetségem, stb. Hiányzik a Linkéből is az az átütő erő. Elnézést, van egy német liberális párt, egy ember viszi a Linner. Van ott egy-két értelmes ember, de a Linner nem hagyja őket valóságos pozícióba kerülni. A Linkében a fő probléma az, hogy a mai vezetés vagy olyan fiatal, akinek nincs társadalmi bázisa, vagy olyan idézőjelbe öreg, aki fölött elmúlt az idő. Fiatalok hol vannak Németországban? Mint ahogy látjuk máshol is, inkább a zöld párthoz csatlakoznak? Ez megint nagyon nehéz, mert a német zöld párt is megosztott. Van egy reális zöldek nevű szárny, és van egy másik szárny. A két szárny teljesen mást akar. Most két új vezetője van, zárójel Wagnernek, akit önmondott félig iráni származású. A zöld párt két elnökéből az egyik, iráni, aki gyerekkorában jött be Németországba. Nekem ilyenkor mindig vannak hátsó gondolataim, de ez az én problémám. A másik pedig egy Lang nevű hölgy, aki hát... nagyon sok belső problémával küzd, ez nem az én problémám is, nem az én asztalom, de egy párt elnöknek azért ez nem az előnye. A zöldek jelenleg ott tartanak, hogy a választási harcot elbukták. A zöldek úgy indultak, hogy ők adják a kancellárt Annalena Baerbock személyébe, aki nagyon csinos, jól néz ki, stb. Ahogy megszólalt, annyi csacsiságot mondott, hogy a népszerűségi indexen 46-ról lement 15-16%-ra is bukott. 2%-kal verte meg a Habecket a kancellári előtti harcba, és a Habeck azt mondta, aki most az alkancelláris gazdasági csúcsminiszter, hogy egy élet célja van, hogy kancellár legyen. Ezek nagyon nehéz kérdések, hogy igaza van-e vagy sem. Én picivel idősebb vagyok, mint Habeck, én egy picit ezt máshogy látom, de ez az ő élete és az ő problémája. Tehát máshogy fogalmazva, a zöld párt arra készül, hogy a következő választáson ő dönt, hogy kivel fog össze, és két párti koalíciót akar. Nem akar még egyszer három pártit, de olyan messze van a választás 3 év múlva, hogy azt most előre jósolni lehetetlen. De ha már itt tartunk, mi a vélemény erről a folyamatról? Ugyanis a briteknek az élén ugye Rishi Sunak, indiai származású miniszterelnök áll. Most ugye Skóciában megválasztották Hamza Yousafet miniszterelnöknek, ő pakisztáni származású, bár már ott született Skóciában. És ugye Németországban is több ilyen politikus van, aki bevándorló hátterű. London most én néztem egy... polgármestere szintén bevándorlás, a zöld párt elnöke bevándorlás, a liberális párt főtitkára bevándorol, tehát néhányat föl lehetne sorolni. Igen. És néztem egy indiai hírügynökségnek egy YouTube videóját, van egy ilyen YouTube csatorna, és nagyon vicces volt, mert nagyon elnevetgéltek ott a riporter és a vendége, hogy milyen érdekes, hát mi folyik Európában, hogy pakisztáni és indiai emberek vezetik Európát, ugye ezt a kérdést tették fel. Hát ő mit gondol erről? Mert ugye Nyugat-Európában megveregethetik a saját vállukat, hogy ők mennyire elfogadóak, de hát azért még akárhogy nézzük, mondjuk keletről, ezt viccesnek találják. Mert keleten nem fogadtunk be migránsokat, mert nem voltak gyarmataink, mert nincsenek ilyen tapasztalataink. Hát én nem akarok rátérni az indiai történelemre, hogy Indira Gandhi annak idején, mint india miniszterelnöke a britekkel szemben mit kért, hogy milyen újságírók ne jöjjenek be, akik fehérek. Tehát ez egy nagyon érdekes és messze vezető kérdés. Tény az, hogy Nyugat-Európában ma a migráns arány rendkívül megnőtt. Németországban 26%. Úgy számolnak, hogy 10 olyan német milliós város van, ahol a lakosság többsége már migráns, migráns származású, migráns eredetű. És azt számolják, hogy nagyon sok olyan milliós város van, ahol a 6 év alatti gyerekeknél már migráns többség van, ami azt jelenti, hogy néhány év múlva a felnőtt lakosság körében is migráns többség lesz. Fölmerül egy elméleti kérdés. Európának szüksége van migránsokra, igen vagy nem? Az én válaszom az, hogy igen, ha én ellenőrzöm, hogy ki jön be, hogy az jön be, aki nyelvet tud, diplomás vagy legalább szakmunkás. Igen, de erre otthon Afrikában is szükség van, meg Közel-Keleten, meg Közép-Keleten. Tehát ma a migráns kérdésre egységes európai válasz nincs. Amit a Európai Unió mond, hogy kötelező kvóta, ez a legtöbb ország számára elfogadhatatlan. Miért fogadjak be migráns, ha egyszer befogadtam, nem tudom kitenni, integrálódni nem tud, elnézést kérek, itt vannak az ukrán menekültek. Ellenük tömegtüntetések vannak a határmenti városokban, Varsóban, Pozsonyban, stb.
Berlinbe, mert nem akarnak a bejött ukránok jelentős részbe dolgozni. A kormánypropaganda mindig az ellenkezőjét mondja, bejött tisztességes, stb. Én nagyon jól emlékszem, amikor lengyelek beléptek a Európai Unióba, milyen lengyel ellenes viccek voltak. Elmondani is nagyon veszélyes, németül tele volt minden a lengyel ellenes viccekkel, hogy a lengyelek milyenek. Most ez sokkal inkább felélénkült. Önnek igaza van, ma Nagy-Britániában 3 kulcsposzton migráns van. Tessék megnézni a Merkel személyét, hogy részt vett a király megkoronázási ünnepségén, igen vagy nem. Tessék megnézni a francia politikában, hogy a francia lakosság hogy elhatárolódik a migránsoktól. Tessék megnézni azokban a berlini kerületekben, például Neukölln, ahol migráns többség van, milyen botrányok vannak. A szociáldemokrata jelölt, aki eddig Berlin főpolgármestere volt, vezető polgármester a szó szerinti fordításban Neukölln-be nem is került be, nem tudott győzni. Tehát nagyon-nagyon át kell gondolni, hogy mit akarok a migránsokkal, mi a célom és hova vezet ez. Néhány európai kormány kőkeményen fölép a migránsokkal szembe, de egységes európai politika erről nincs. Frissen megválasztott skót miniszterelnökkel kapcsolatban készítettem egy interjút egy szakértővel, és ő mondta, hogy kivel? Szegő Patrikkal, MCC-s vezető kutatóval, és ő célzott rá, hogy milyen érdekes, hogy Pakisztán és India között ugye van egy hosszú ideje tartó feszültség, és most ugye a britek élén egy indiai hindu áll, a skótok élén pedig egy pakisztáni származású muzulmán vallású ember, és hogy hát nem biztos, hogy jó lesz olyan, nem biztos, hogy jó viszony lesz közöttük. Na most és felmerül az emberben a kérdés, hogy most komolyan Európába ide hozzuk a távol-keletnek a problémáit, vagy konfliktusait? Önnek döntően igaza van. De az én néhány dolog. Mi volt az első komolyabb bejelentése a skót első miniszternek? Formailag nem miniszterelnök, első miniszter. Kérjük újra a népszavazást a skót függetlenségről. Igen, de kiderült, hogy a skót lakosság ma nem akar függetlenedni. Ha ma lenne fölmérés és ma lenne népszavazás, a lakosság 50-valány százalékban bemaradás mellett lenne. Jó döntenek? Nem tudom eldönteni Budapestről. De egy óriási skót nyomás van Londonon, hogy engedje kiírni a választást. Egyelőre London nem engedi. Itt nagyon érdekes egy pakisztáni-indiai ellentét van. De hát ez megvan nagyon sok egyéb területen. Németország, én reggeltől estig a német híreket nézem, Németország egyik kisvárosában most először egy migránst választottak meg polgármesternek. Erre eddig a német történelemben nem volt példa. Tehát minden változik Nyugat-Európába, hát meghatározott részeibe, Brüsszelbe a rendőrség nem mer bemenni. Tehát nagyon-nagyon érdekes, amit ön kérdez, és nincs válasz. Egy egységes európai migrációs politika kellene, ami nyomaiban sincs meg. Ugye Hamza Youssefet ráadásul nem is úgy választották meg, hogy kiírtak egy szavazást, és akkor az emberek döntöttek amellett, hogy ő legyen a következő miniszterelnök, hanem párton belül őt tették meg a párt vezetőjének, és hát utána meg is szavazták őt miniszterelnöknek. Tehát egy áttétel útján került az ország élére. Önnek igaza van, ez formailag egy nagy, nagy szépséghiba, a valóságban semmi nem változtat. Ő a meghatározó vezetője ma a Skóciának. De hogyha az emberek döntenének, csak arra akartam célozni, kíváncsi, hogy milyen döntés született volna. Mert pártra szavaznának, és a személy minden fontossága mellett is másodlagos. Tehát Skóciában ma meghatározó ez az egy párt, és a miniszterelnök hölgy lemondott, amit máig a skótok sem tudnak, hogy miért, és ezért kerestek utódot. Nagyon szépen köszönöm, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt a vendégem. Köszönöm.